Vác látogat hozzánk el, hazai forduló következik, utolsó előtti hazai mérkőzésünk. Szeretném mindenféleképpen győzelemmel zárni ezt a hetet, illetve azért fontos számunkra ez a mérkőzés, mert az elmúlt mérkőzéseken sajnos nem úgy sikerült a pontszerzés, ahogy mi azt elterveztük, és elég nagy hiányérzetünk van, de azt is tudjuk, hogy ez a Vác egy elég jó képességű társaság, hiszen egyéni játékosaik elő a támadósorban a Zsolnai, Valajti, Kákonyi, a Nagy, ők azért jó minőséget képviselnek az NB2-be, és egy elég masszív és stabil csapat, hiszen ők harmadikuk a tabellán, tehát egy nagyon jó csapat fog érkezni hozzánk, de továbbra is a célunk a győzelem. Szeretnénk hétvégén, vasárnap 1 órakor a pályán megmutatni azt, amire képesek vagyunk, és azt gondolom, hogy tudunk eredményes is játszani. Felkészültünk a Vácból, felkészültünk arra, hogy mit, hol szeretnénk őket megbontani, mire kell figyelnünk. A csapat, én azt gondolom, hogy jó állapotban van, fizikálisan mindenféleképpen, mentalitás területén viszont hozzá kell tegyem, hogy kiegyensúlyozott mindenki, és szeretne mindenki bizonyítani. Erre van szükségünk, hogy éhes és győzelemre éhes játékosok legyenek a csapatban.